Sziasztok, ez itt az Atomic Media legújabb tutoriálja. Ebben a tutoriálban a Harry Potter című film egyik vizuális effektjét fogjuk elkészíteni, pontosabban a Lumos nevű effektet. Meg is mutatom, hogy ez hogy fog kinézni. Lumos. Így fog ez majd kinézni. Akkor lássunk is hozzá. Hozunk létre egy új kompozíciót, ami nálam 1287-20 és 25 képkocka. Hívjuk be a videónkat, a felvett videónkat, és amint ezt megfigyeljük, látjuk, hogy azért itt elég fény volt, amikor én ezt felvettem, de ezt mindjárt nem így fogjuk látni. Hozzunk létre egy layer, solid és egy fekete szint. Ennek a telítettségét levesszük 50%-ra, tehát átlátszóra. De látjuk már azért, hogy rakod rá egy árnyalatot, egy sötét terület a felvett anyagunk. Utána hozunk rá egy curves, és ezt így egy kicsit leállítjuk így ezeket az értékeket. Így. Utána effect, color, correction, hue, saturation. És elkezdjük ezzel a színét, állítjuk, hogy mennyire legyen éles, és itt ezzel lehet, hogy effektet a fehérbe is vinni. Nekünk így, ez így jó lesz. Jó, így szerintem. Így már jó is lesz. Rendben. Így fog kinézni. Rendben. Most hozunk még egy ilyen fekete színű szolidot, layert. Ezután pedig a keresőbe ide beírjuk, hogy lens, és ezt rárakjuk, ez a generate-be fogjuk majd megtalálni itt az effekt panelem. Egy generate, és akkor itt is lesz, hogy lens flare. Ezt a layert át is nevezem flare-re. Ezt látállítjuk ennek a lens, ennek a típusát 105 mm-esre, és levesszük olyan 78%-ra. Utána hívunk egy effect, blur and sharpen, Radial Blur, utána hívunk egy Blur and Sharpen CC Vector Blur, ezt itt átállítjuk Direction Center-re, utána pedig itt ezt alfára. Ezt az Amount, ezt átállítjuk 101-re, ezzel látjuk homályos lett, elmosódott lett, ezt itt az alsó lesz 25-re állítjuk. Itt a módot átállítjuk screenre. Így már látjuk is a videó felvételünkön ezt a világítást. Azt levehettem át olyan 60-ra. Jó, rendben. Megkeressük a pontot, amikor is látjuk a pálcánkat. És amikor kimondom azt a szót, hogy Lumos. Igen, itt lesz az. Most itt ezt lenyitjuk, és az effektet is, igen, és ezt a lens flare-t is. Rámegyünk erre a kis órára, és itt a pozíciót fogjuk állítani. Ezt most képkockáról képkockára fogjuk megcsinálni. Kezdjük is el lekövetni.
lennénk. Most megnézem, hogy hogy sikerült ezt lekövetnem. Hát volt benne egy kis zavar, de most ezt meg fogja nekünk tenni. Jó, akkor most hozzunk egy Layer New Solid White, az fehér szint. Jó, itt erre a ellipszis túlra nyelünk ki egy kis részt, hogy ezt igazítsuk ide a pálcánkhoz. Körülbelül ennek az áttetszőségét 250-re állítsuk, tehát az 300 is. Jó, rendben, és körülbelül azért vegyük le egy olyan 50%-osra. Itt van nekünk ez a kis kukacjel, amit, hogyha itt lenyitjuk ezt a flare, és ide ezt a effektből a lens flare, és itt a flare center-t, ezt mi ide is tudjuk húzni. Vagy ha nem, akkor az azért van, mert csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a position-t kapcsoljuk össze ezekkel a pontokkal, ugye, amit az előbb lekövettük. Így hát, megnyomjuk a billentyűzeten az alt gombot, és rákattintunk ide az órajára. Itt lenyíli nekünk egy fül, és ugyanezt a kukaszt, amit itt láttunk, ezt megtaláljuk, és ezt összeköthetjük már. Így is ide oldalra kattintunk. És így ide is fogja nekünk követni, ugye meg is telkedetjük, hogy ezt így elkezdi nekünk követni. Igen. Most azt csináljuk meg, hogy amikor kimondom úgy a Lumos szót, akkor ne úgy beugorjon hirtelen ez a fehér szín, hanem azért ússzom be. Igen. És ugyanígy, amikor itt elmegy, akkor pedig ússzom ki. Igen. Így. Most nézzük meg, hogy milyen lett. Igen, ezt a fehéret is. Arrább toljuk, hogy ne rúgjon be nekünk itt a képbe. Ezért azt csináljuk, hogy itt a áttetszőségét neki is lejjebb vesszük, úgy nullára. Tehát innen már azért szépen itt elkezd majd lefele jönni. És így nulla lesz az értéke. Hát ez a tutoriál ennyi volt, remélem, hogy tetszett, hogyha bármi kérdéstek van, akkor a www.atomicmedia.hu-s weboldal címünkön elértek minket, tudtok tőlünk kérdezni, illetve atomicmedia team@gmail.com-os e-mail címünkön. Sziasztok!